A november évek óta a kötelező biztosítás átkötési kampányának hónapja, a december pedig még ennek a lecsengése. Ez a dátum azokra érvényes, akik 2010 előtt vásároltak autót. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítást Magyarországon törvény szabályozza. Minden arra kötelezett járműnek rendelkeznie kell vele. Adásvételkor a kötelező biztosítás kötés határideje az a nap, amelyen a gépjármű tulajdonjoga változik. Nagyon sokan vannak már azok, akik 2010 után vásároltak gépjárművet, és ugye a biztosítási évfordulójuk január 1-ről áttevődött arra az időpontra, amikor megvásárolták a gépjárművet. Ez ugye a jobbik eset, mert van, aki azt nem tudja, hogy a megvásárlás pillanatában már neki meg kell kötnie az új kötelező biztosítását, és van úgy, hogy csak napokkal később jelentkeznek, és akkor derül ki, hogy ugye a vásárlás dátuma plusz azon nap között fedezetlenségi díjat kell fizetnie, amíg ugye nem rendelkezett kötelező biztosítással. Akik 2010 után vásároltak autót, nekik a szerződéskötés dátumát kell figyelniük. Rájuk nem a januári váltás vonatkozik, hanem a saját szerződéskötésük napja előtt 30 nappal tudják felmondani az aktuális biztosításukat. Az új díjtarifákat novemberben hirdetik ki a biztosítók. Ez körülbelül 1,5 millió autóst érint Magyarországon. A díjemelkedés kedvezőbb lett egyébként az előre megjósolt 10-15%-hoz képest. Az előzetes kalkulációk szerint, amit ugye most így a hosszú hétvégén meg tudtunk mi is csinálni, illetve próbáltunk ugye előtarifálásokat végezni, azt mutatja, hogy egy ilyen 8-10%-kal fog növekedni a díj. Mindenféleképpen érdemes megnézni ugye az átkötési díjakat, akik január 1-es évfordulóval rendelkeznek, hiszen nagyon-nagyon sok paraméter van, amit bevezettek a biztosítók. Ezek lehetnek szankciók, illetve lehetnek plusz kedvezmények. A díjemelkedést a károk számának és értékének növekedése, valamint az alkatrészek drágulása okozza. Már egy kisebb koccanás is 100 000 forintos tételt jelenthet. Azok az autósok, akik kármentesek és hosszú évek óta rendelkeznek jogosítvánnyal, ők évről évre kedvezőbb feltételű biztosításokat köthetnek, ezért mindig érdemes tájékozódni az új lehetőségekről. Akik például az elmúlt 3-4 évben kárt okoztak, ők magas pótdíjszorzóra számíthatnak. Célszerű lehet akár csomagban is gondolkodni, ha egy cégnél kötnek például a kötelező mellékkaszkút és lakásbiztosítást is, akkor még kedvezőbb árakat ajánlanak az ügyfeleknek.